Első fokon a bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a vádlottat 1 év 3 hónap fogházbüntetésre, amelyet a másodfokú bíróság túl szigorú büntetésnek talált, mivel beismerő vallomást tett a vádlott, illetve olyan sok enyhítő körülmény merült fel az ügyben, amely lehetőséget teremtett arra, hogy a másodfokú bíróság a szabadságvesztés végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggeszte, természetesen a jogosítványtól bevonás az továbbra is fennáll, amely 4 év. Az ítélet jogerős.